Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit, Kisvárda, Masszergúd, Esél, Budaörs, Hánbál, KC női kézilabda mérkőzés következik, mégpedig az NB1-ben vívja ezt a meccset. A két csapat fekete mezben, a hazai Kisvárda együttes pirosban a vendég Budaörsiek, és a Kisvárda kezdve a játékot, aminek kapujában egyesért Jekaterina Gyukeva foglal el a helyét, jobb szélen 18-assal Orbán Adrien mellette, 36-osra Maria Hakunova, 23-assal Milanovic Liptek, az ő kezében a labda, aztán 20-assal a kezdő csapatban Tamara Radojevic, ott van még a pályán 5-eset Viscsuk Krisztina, és 4-eset Samira Rosa, Samira Rosa a bal szélen a kisvárdai csapatban. A hazaiak szakmai igazgatója Máté Fészter, Dévényi János edzőként segíti a munkáját, a Budaörsiekkel meg ismerkedünk menet közben. 16-ossal Sipeki Flóra a kapuban, 36-ossal a bal szélen Farkas Evelin, 30-assal mellette Pálos Bognár Barbara, válogatott játékosról van szó. Az első lövés a kapufára, kettessel, az ő kezében volt az a Szőlőcsi Zácsik Szandra, aki ugye a Ferencvárostól érkezett Budaörsre, nincs szélső zicser. Zácsikra természetesen figyelni kell, 31-esre Hornyák Ágnes, szintén válogatott játékos, jól van szó. 8-asra talán még nem mondtam, Szabad Felges a falban, és 18-asra Juhos Kata lent a jobb szélen a vendégeknél. Ugye mostani válogatottban Páros Bognár Barbara és Zácsik Szandra van bent, Európa bajnokság lesz majd az év végén, arra készül a válogatott. A kisvárdiaktól is ott van Orbán Andrész és Tisztjuk Krisztina. Egy sárga lap. Mindenem is Litre kapta. A vendégeket ugye Mihály Attila, és a két játékvezetővel vagyok még adós, Hargitai Gábor és Markó Gábor újjonsíthat a mérkőzésen. A Kisvárda Székesfehérváron kezdte a szezont, az első fordulóban nem játszottak a várdaiak, és egy Gyukeva védés, és 24-23-ra nyertek idegenben, míg a Budaörs két meccsen van túl, a Ferencváros és a Dunai Várostól kaptak ki. Szabad dobás, a harmadik percben járunk, volt még nem láthattunk. És hát alaposan kicserélődött a tavalyihoz képest a kisvárdai együttes. Egymásra játszott egyébként egy döntetlent az előző bajnokság záró fordulójában a két csapat, de hát abból az eredményben nem lehet kiindulni, hiszen, mint mondtam, nagyon sok változás volt a várdiaknál és a Budaörsieknél is. Orbán, és megvan az első gól. Tisztjuk lövését még védte, Sipeki, de Orbán érkezett, és a harmadik percben megszerezte a vezetést a hazaiaknak. Orbán Adrián szerezte ezzel a mérkőzés állása, 1-0 a Kisvárdának. Hajrá KKC, hajrá Kisvárda! Zácsik, Páros Bognár középén ő irányít, mellette Hornyák. Két jelenleg is egy korábbi válogatott középen a budaörsi csapatban. Menj tovább a labda, egy védés ugyan, de a 7 méteres vonalra mutatnak a játékvezetők. És nézzük, ki végzi el. Juhos Kata az elmúlt meccsen, már mint az elmúlt szezon záró meccsen, és ő dobta a büntetőket meglehetősen hatékonyan. Na nézzük, most 4. percben járunk, megszerzi első gólját a Budaörs. Igen. A 7 méteres értékesítette a vendége, 18-es számú játékosa, Juhos Kata. Akunova tette tovább. Kis csukjött be középre. Nem nagyon találnak most a kisváriak egyben, bár nem is igazán gyors a játék, most se, ott nem tud betörni. Tisztjuk, Hakunova. Elvették a játékvezetők, nincs gyors indítás, visszarendeződött a várdai védőfal.
Zácsik figyelni kell, figyelt is. Gyukeva, és megakadályozzák a gyorsindítást a vendégek. Hát Munova Kriscsuk kapja vissza, és talán el tudja lőni. Nem, viszont előtt Ákunova, Tapró 2-1. A gólszerző 36-os számmal játszó, Maria Kakunova. Páros Bognán. Szűrési Zácsikkal beszélik meg, hogy mit játszanak, túl vagyunk. 5 percen. 3 gólt láttunk eddig, 2 kisvárdai, 1-et Budőrsi oldalon. Zácsikra figyelni kell, nagyon lehet figyelni kell Párosra, figyelni kell Hornyákra. Nem volt jó a passz, így nem lehetett kapura törni. Hornyák, nézzük. Kifent a játékvezető keze, újabb 7 méteres, ketten vitték a földre Pálos Bognárt, és Jóas Kata érkezik, ismét a 7 métereshez. 7 méteres Jóas Kata fogja végrehajtani. Ezúttal is pontosan. Gólszerző Jóas Kata. Ákunova. Urván, még ismertem neki egy kicsit a labdával a játékos, ugye vacsos, mennyire tapad. Kriscsuk. Ákunova. Kriscsuk. Nem tudott betörni. Egy kis gyilkózás bent a falban. Mivel meg is Litre van bent, reállóban. Szabad dobás lesz, ketten a földön, aztán segítik egymás fel a játékosok. Kriscsuk megpróbál lövéshez jutni, nem tud. Ez viszont így. 7 méteres belefújtak a játékvezetők. Talán ha egy ütemet várnak, akkor már gól. Majd meg kellett, vagy meg lehetett volna adni a gólt, így viszont Kriscsuknak kell a hálóba találni azt, hogy ismét átvegye a vezetést a kisvárda. Kriscsuk, egy ijesztés, és maga biztosan a bal alsó sarokba. 3-2. Eddig 5 gólt láttunk, abból 3-at 7-esből. Akcióból minden találtak be a vendégek. Egy kis technikai kommunikációs hiba, majd még egy technikai hiba, aztán Zácsik lövését blokkolják, van induló, Milanovic Litre végig viheti, űzik, hajtják, ez így 7 méteres, és egy sárga lap. Ketten is ott voltak, próbálták megakadályozni kapuruljön, azt nem tudták, azt meg tudták, hogy pontosan célozzon, úgyhogy 2 gólossal növelheti a 7-esből előnyét a kisvárdai együttes, és még Kriscsuk áll oda a vonalra, pontosabban a vonal mögé, egy jó fél méter, az előbb is úgy lőtt el, és ezt most jöhet a Kriscsuk Krisztina, mert ez az 1 gólos különbség, el lehetett volna egy picit lépni, mert elízünk benne, hogy a folytatásban ez meg is történik. 9. percben járunk, 3-2. Egyébként megújult a nyári szünetben a kisvárdai sportcsarnok, minden bizonnyal látják, új eredményjelző van. Szemben a játékosok portjai a falon, a székeket cserélték. Tehát komfortosabb környezetben fogadhatja ellenfeleit a kisvárdai csapat, amely erre a bajnokságra az első 8 közéjutást tűzte ki célként, ugye ez a második év, tavaly jöttünk az utolsó fordulóban, harcolták ki a bennmaradást a Várdaiak, második hullámban volt érkező játékos, Farkas egyenlített. Elsőre mentett a kapufa, másodszorra már nem volt, segítség 10. perc, 3 gólot.
A közönség se úgy, mint az elmúlt szezonban biztatja a csapatot, és a kis csuk. Ez nagyon elment, most kicsit a Avdó Orván Adrián kezéből. Csík. Hornyák. Nálos Bognár. Húzzák le jobbra a labdát. Jó a védekezés. Egyedül próbálja megcsinálni, ez pedig támadó hiba kellett volna, vagy lehetett volna mondani. Én egy picit talán haboztak a játékvezetők is, de végül védőhibát fújtak. Málos Bognár, Zácsik, Jan Vislit fogja meg. Ment a játékvezetők keze, és becsúszott. Belejött ugyan Dzsukev a lövése, 4-3-ra mérkőzés során először vezet a Budaörsi együttes. A kettes számmal játszó Szőlősi Zácsi Szandra szerette. Gyerünk, fűtoljunk a csajoknak! Hajrá Kátászé, hajrá Kisvárda! Kiscsuk. Takunova. Talpról 3-3, vagy pontosabban 4-4. Már is támadnak a vendégek, mielőtt rendeződne a védelem, de most már felállt a fal. Nálos Zsodá próbált egy pattintott passzra bejátszani a falba a labdát. Ebben is beért Dzsukeva, de 5-4 a vendégeknek. Egy pillanatra kihagyott a védekezés, és ki is használták a vendégek, és csere a hazaiaknál. 75-es számmal érkezik a pályára Marina Dimitrovic. Egy labda csere közben. Új játék szervvel folytatódhat a játék. Dimitrovic. Jobb át lövőben. Első csere volt a mérkőzésen. Marad a labda a hazaiaknál. Tissuk. Dimitrovic. Dimitrovic. Elmozdultak ugyan a passzja erre, de nem tudta játékozni Orvánt. Orvánt volt túl lelkes. Ő ugye Máté Szalkával indult, úgy jutott el a válogatott Tigrosá. Látványos volt, de eredménytelen. Hornyák, figyelni kell. Ott üres ember. És egy bravúrász kellett, hogy ne legyen kettő a különbség Dzsukeva. És lehet egyenlíteni Mitrovic. Tissuk ott volt a vonalon a hatoson, de nem jutott el hozzá a labda. Dimitrovic, nézzük kinek, Tissuk, vissza, most fel tudott menni, viszont a kapus védte Dimitrovic lövését. Szőlősi Zácsik, egy visszaütött passz után Hornyák, bebirkózza magát. Budaörsi szabad dobással folytatódhat a játék. Szőlősi Zácsik, Hornyák.
megy a virkózás, mivel a Micsit lefogta meg. Ez viszont támadó volt, és egy hosszú passz, Rosa kezéből sodorták ki, és most szellős a kisvárdai védelem. Zácsik talált is üres embert, Hornyákot, aki ki is használja. 6-4, és most jött el az az idő, hogy a 15. percben Máté Fieszter időt kér, hiszen nem úgy működik egyenlőre a támadójáték, mert a 15 perc alatt, szűk 15 perc alatt kapott 6 gól, nem sok, de a lőtt gól az kevés, tehát egyenlőre lehet érezni, hogy támadásban nem úgy muzsikál a csapat, ahogy azt Máté Fieszter szeretné látni, nem elég dinamikus, gyors a mozgás, nem megy így a labda, hogy tiszta helyzeteket, lövő helyzeteket lehessen kidolgozni, úgyhogy eligazítja a lányokat a szakmai igazgató. Nézzünk a jobb folytatásban. Azért a bajnőség elén vagyunk, természetesen ez a második meccs a kisvárdán, de hát ezt a mérkőzés papírforma szerint a hazaiaknak kell megnyerniük. Ugye mondtam, hogy két 10 gólos vereséggel, pontosabban egy 10 és egy 11 gólos vereséggel kezdte a Budaörs a szezon, igaz, két élcsapat nemzetközi kupa szereplője a Ferencváros és a Dunai Város ellen szenvedtek vereséget, viszont egy idegenbeli győzelemmel kezdett a kisvárda, ami nagyszerű dolog, de igazán az adja meg majd az értékét, ha meg lesz ez a két pont is. Na nézzük, mennyire lesz hatásos az időkérés, pontosabban azok az instrukciók, amelyek az időkérés alatt elhangzottak. Abelevic. Ugye ő szerb játékosak, úgy mint Mitrovic. Ilyen meg is létre horvát, és még mindig nem az igazi. Egy kis kommunikációs gond megint, és 3 góllal vezet a Budaörs, hiszen Szőlősi Zácsik szerzett gólt. 3 gól, ez már jelentős különbség, úgyhogy mindenképp szükség van a hazai találatokra, a közönségen nem múlik, hogy biztatják a csapatot, fel kell törögni. Mitrovic, Kriscsuk, 7 méteres, elő védekezésért. Na nézzük, ki rövi, előbb Kriscsuk kiállítsa. Minden bizony, Adi Mitrovic érkezik, úgy is van. Szükség van a góra, egyrészt, hogy faragjon a hátrányából a csapat, másrészt pedig, hogy ne hozzuk fel az ellenfél kapusát, ott is a jobb alsó sarokban a labda. 5-7-re módosul az állás, most már ki kellene védekezni ezt a újdonyosi támadást. És tovább faragni a hátrányból, hát rengeteg idő van még hátra, hiszen 16,5 perc telt el, de azért jobb az, ha a kisvárra vezetünk, az, hogyha fut az eredmény után, hát a szokásos koreográfia közöttem Szőlősi Zácsik Hornyák. Ezt akarta volna egy Páros Bognár, de mire ezt mondtam volna, eljutott a labda a beállóshoz, és Szabadfi Ágnes ismét 3 gólosra növelt a Budaörs jelünk. Dimitrovics, Kriscsuk. A földről mondhat ütemtelenül, de nagyon szépen. 6-8. Csak a védekezés most már. Jó volt a védekezés, van-e induló ember? Most a kéri, ott volt, most már nem. Üres. Hakunova, Orbán. Talpról, ő is, de nem volt igazán se helyezve. A lövési erő nem volt benne, úgyhogy megint fordultak a csapatok. Páros Bognár.
Szőlősi Zálcsik, aztán most indul a keresztmozgás. Nálos Bognár, Gyukeva, és megvan a labda. Radojevic, Akunova le, jön vissza Dmitrovic. Dmitrovic, na mégint egy ilyen lövés, mint az előbb, nem. A gól viszont ott van, passz volt, Ricsiu futott be, és egy gólra jött fel a Kisvárda. Legyünk telhetetlenek, még egy jó védekezés. Közelítünk a 20. perchez, 19. perc végén járunk. 7-8 áll az eredményjelzőn. Zácsik. Mondják ő sem, Zácsik most vert, hogy ellövi. A Kisvárdái a labda. Elgurult. Mutatja Akunova, hogy nem tették le a vendégek, így viszont visszaértek. De egyenlített a Kisvárda, hiszen egy gól a különbség, 8-7-re vezet a Budaörs, amikor a 20. percben járunk. Radojevic, Mitrovic. Kiscsuk. Most a Budaörs kapja meg a labdát, de így gyors indítás, visszaértek a vendégek. Szőlős Zácsik. Juhos. Volt egy piszirés, de nem tört be Farkas. Háros Bognár, Hornyák, fölé, és 2 perc az első kiállítás. Valami is létre is vitatkozik. Ember a lénybe kerülnek a 21. percben a Budaörsiek, és akkor majd megnézzük, hogy a Kisvárdához kerül a labda, akkor leviszi a kapusát a Várdai csapat, mert ugye már bevett gyakorlat a mai kézilabdában, hogy kapus lemegy, hogy egyenlő mezőnyés számban támadhasson a hátrányban lévő csapat. Szőlősi Zácsik egy rosszat sikerült megmenteni. Újra indulhat a támadás. Egy góros vendégelőnnél. Oldal zárta jól az oldalt. Ez sem volt túl jó. Rá is lépett a vonalra. Juhos sikerült kivédekezni. Fél perc eltelt, Zsukeva kinéz, aztán le is megy, és érkezik Szabó Valéria a falba. 10-es számmal. És megvan a hatmezői játékos. A Várdaiaknál is egy a titok, nem szabad labdát veszíteni. És ha gólsz, ez a csapat gyorsan vissza kell rendezővi cserélni, hogy ne legyen üres a kapu. Megvan a gól, Szabó már lent, Gyukeva bent, 8-8. Nagyon szépen csinálták a hazaiak. Gólszerző a 77-es számmal játszó, Marina Dmitrovic. 1/2 perc van hát az ember hátrányból. Zácsik. Egyre többen vannak, ne felejtsük el a vendégek. Van is egy szélsőzítszel, és van is egy gól. 8-9. Gólszerző a 18-es számban játszó Juhos Kata. Gyukeva lemegy, van még 13 másodperc. Pontosabban nem megy le. Mutatja Máté Feszerre a kis időre, mert ne jöjjön le, hiszen mire felhozza a labdát. A Várda is egyszer körbe megy a labda, addigra letelik a kiállítású hátulő védő, így is történt. Szabó megy a falba. Nosa. Kiscsuk.
Dimitrovics, ugrania kellett. Orbán. Rosa bent, beállóban. Véd a kapus, de nem véletlenül, hiszen Rosa már nem tudott erőt adni a lövésbe, hiszen földre vitték, úgyhogy Dimitrovics állt oda megint a büntető vonalra. 23. perc végén járunk, sőt, még a 7-es terpézi Dimitrovicsvel bent leszünk a 24-ben, és ismét az egyenlítésért lőheti a 7-est, 1-essel a kapuban Inger Alexa. Neki sem volt ellenszere. 9-9. Már is támadnak a budaörsziek. Zsigmond 11-essel. A budaörsi csapatban Zsigmond Vivien. Szőlősi bácsi kapott pihenőt. Állós Bognár, Hornyák. Marad a labda a piros mezeseknél. Hornyák, figyelni kell. Zsükeva figyelt, megvan a labda. Na, 9-9-nél a vezetését támadhat a Kisvárda. Nagyon is mutatja, hogy időt kér. Ismét egy labdacsere. Hakunova jön vissza. Radojevics ül le. A mindenki, az mindenki! Dimitrovics, kicsuk középen. Rosa. Megy be a falba. Tiszcsuk. Rájellemző lövés. És vezet ismét a Kisvárda. Nagyon szép gól volt. Tiszcsuk ismét. Orbán. Tiszcsuk. Megállítja a játékvezető a játékot. Pálos Bognál maradt a kisvárdai kapja előtt a földön, nagyobbon nincs, szerencsére, de meg kellett győződni arról, hogy ez így van-e. 10-9, ismét vezetnek a hazaiak, akkor, amikor most lépünk a mérkőzés 26. percébe. Tiszcsuk. Rosa. Tiszcsuk most nem jutott lövés, ezt megfogják. Dimitrovics kapta volna, mert elindult, de Tiszcsuk előtte ezúttal viszont fölé. És most a Budaörs kért időt, akkor amikor 25-27 áll már, mi a percet jelenti az eredményjelzőn, és 10 kisvárdai gólra, eddig 9 Budaörsi volt a válasz, de a vendégek edzője. Mihály Attila úgy gondolja, hogy ő is tart. Most itt a félidő hajrája előtt egy kis eligazítás, mert hát ha sikerül, gondolhatja visszavenniük a vezetést, hiszen 3 góllal is, 7-4-re és 8-5-re is vezetett a Budaörs. A félidő gyereken azonban a hazaiak megfordították az állást, és most úgy megyünk a hajrába, hogy egy góllal vezet a kisvárdai együttes. Egyelőre tartja a lépést a Budaörs a Kisvárdával. Ez ebben a fél időben valószínűleg már így is lesz. Bár láttunk olyan meccs, hogy utolsó 2 perccel szerzett 3 gólos előnyt a fél idő előtt a kisvárdai csapat. Lehet, hogy most is így lesz minden esetre. Megnézzük, hogy mi történik a fél időből hátralévő 3, pontosabban 4,5 percben. Zsigmond kapja a labdát, Kipekitől, Állós Bognár Farkas, Szőlős Izácsi Tomáda is a padon. Hajrá Kisvárda, hajrá KKC! Mondják, tette, aztán majd követve a labda.
A Baci léphet ki a falból, és Páros Bognár egyenlít 10-10. Szabó már elvégezte a kezdést. Kiscsuk, Mitrovic, Orbán. Mitrovicot fogták meg. Szabó hozhatja vissza a labdát. Kiscsuk, Mitrovic. Rossz passz, és ebből egy gyors indítás lehet. Nem lett, túl gyors volt, nem volt pontos a passz. Ezt most megköszönhetjük. Tisztjuk törve, és itt lesz egy kiállítás a másik oldalon is. Szabadfi segíti fel Tisztjukot, elnézést kér, aztán leballag, hogy lesz hogy csak 7 perc egy büntetés, és volt szerű egyébként a mérkőzés. Egy kiállítás volt a Kisvárdi oldalon, ez az első kiállítás a Budaörsieknél. Tehát abszolút sportszerű keretek között csordagálva, hogy folyik a mérkőzés. Ne nézzük, mire még az ember a linja Kisvárda. Egy kis törlés, aztán folytatódhat a játék. 10-10. Hát van még valamivel több mint 3 perc a szünetig. Akinova, Mitrovic. Nem cifrázta, kilőtte a bal felső sarkot. 11-10. Sok idő nem kellett ahhoz, hogy góra váltsa az előnyt a Kisvárda, és természetesen leviszi a kapusta Budaörs is. 11-esen érkezik a helyére Zsigmond Vivien, és hogy 6-6 az ő játékos ellen most lenne jó labdát szerezni. Pásztor, ő is a pályán a vendégek, ő Hornyák, beküzdötte magát, nem ért kiállítás, csak egy sárgát, Szabó teszi fel a kezét. Sárgalapos figyelmeztetésben részesült Szabó Marinyák. Hornyák, Páros Bognár. Pásztor, Zsigmond. Hornyák a fogta meg most a látványosan, visszajött a Budaörsi kapus, hiszen fent a játékvezető keze és a labda már a hazaia ki. Radojevic, van még fél perc, az ember a mindig nem kell rohanni, fel lehet állni, és ez alatt a fél perc alatt végig lehet játszani egy olyan figurát, aminek a végén gólt szerezhet a Vád, és akkor a mérkőzés során először vezetett neki két találattal a hazai csapat. Tisztjuk Rosa, nem tört be ott, Tisztjuk Mitrovic, Kakunova, 8 másodpercre kiegészülnek a vendégek. Kapufa, jó volt az elképzelés, hiszen nem sikerült szétnyitni a falat, de így maradt a 11-10, és kezdődik az utolsó perc az első fél időben. Zsigmond. Hornyák. Nem rohanják el a Budaörsiek, talán még visszatámadhat a Kisvárda, jó lenne egy kivédekezett támadás után. És visszatámadhatnak, bizony fél perc ismét, azt mondom, nem kell nagyon rohanni, ki kell játszani a végéig, Mitrovic is tudja is ezt. Kakunova, Tisztjuk, 20 másodperc, most már aztán azért lassan el lehet indítani valamit, hiszen mire ezt elmondtam, már csak 15 perc, másodperc maradt. És egy lövésig jó lenne eljutni.
Tiszczuk. Kapufa, Orbán, van még 5 másodperc. Dimitrovicsnak lőnie kell. Tudják ezt a vendégek, megfogják. Időn túli szabad dobással zárul majd a első félidő. Láttunk már ebből gólt. Összeáll a fal. Már a 9-esen talán elhajolva itt a fal bal oldalán el tudja lőni a labdát. Hát, nézzük. Előni előtte, gól nem született. 11-10-zel zárva az első félidő, egy gólos hazai vezetés. Innen folytatjuk a szünet után. 11-10-es hazai vezetésnél a vendég piros mezes Budőrs érkezik majd a játékot. Amennyiben minden a helyén, és hogy a játékvezető kijelzik lassan minden a helyén. És indulhat a második 30 perc az első félidőben. A 10. percig a hazaiak vezettek, aztán átvette a vezetést a Budaörs, 3 góllal is vezettek 7-4 és 8-5-re. A vendégek aztán 8-8-nál utolérte a Kisvárda Budaörsöt. Megvan, nincs meg. Orbán kezében volt a labda, de ki csúszott vele a pályáról. 10-10 után a hazaiak szereztek gólt, így most egy gólos a Kisvárda jelöny, viszont maradt a labda, mint láthattuk a Budaörsnél. Csörösi Zácsik ismét a pályán. Hordják. Szőlősi Zácsik. 7 méteres megfogták ketten. 7 méteres következik. És egy sárga lap. Sárgalapos figyelmeztetésben részesül a hazai a 20-as számú játékosa, Tamara Radojevic. Juhos áll oda a 7-es vonalra, és 16-os száma Trifa Ágnes a kapuban. Ő is nyári szerzemény. És rögtön egy 7 méteres mélyedésével mutatkozik be a kisvárdai közönségnek. Kapja is a tapsot. Maradt az egy gólos előny. Tifa kocog, lekapja a Pacsit és az öreit Gyukevától, és a Pacsit végig a padon a társak, Szolgi pedig figyeljük a másik oldalon. Hát, ha sikerül két gólosra növelni a vezetést. Mitrovic, Vissuk nem üt lövéshez, Orbán, ő pedig nem tud betörni, Vissuk. Mosa érkezett nagy lendülettel, de már szólt a síp. Tiszczuk, Radojevic. És megvan! 12-10! Megvan igen a labda. Ez volt a síp. Állós Bognár. Három játékos középen játszik össze. Másodán is jutott el a hazaig ebben a támadásban. Most a beállóhoz. Hornyák. De a szélre. És Gyukeva védett. Oldalról jöhetnek a vendégek. Szőlősi Zácsik tisztára játszotta magát, és ha már úgy van, ő ritkán hibázza el. 12-11. Radojevic Tiszczuk kapja. Igen, a Tiszczuk, aztán megy a falba. Tiszczuk, nincs előtte szabad terület. Orbán előtte sem volt.
Mitrovic megfogják. Nem úgy is itt tesz, hogy Mitrovicnak kissuk, ezt el fogja lőni, mondom én, Dabrojevic, Rosa. Ő előtte, és a kapufa segítségével, bent is a 13. gól. Jó a védekezés. Hálos Bognász, Fülősi Zácsik, megint keresi a helyet középen, hova nyers közelműködése is, itt az irányítónál a labda. Hálos Bognár, telefújtak, sőt, 2 perc. Hakunova, az a játékos. Úgyhogy ismét ember hátrány van a Kisvárda, viszont 2 gólos előnyben. Zácsik, ez egy technikai hiba, és jöhetnek hazaiak, akik nem fognak rohanni, hiszen még 20 másodperc telt a hátrányukból, Dzsukeva lemegy, jön Dzsukevics, Kiscsuk. És ott is csuk, visszajövő helyzet, Dimitrovics, Tissuk, Orbán, elfékezettük kezelni, nincs fenn, most már igen, és ott a Dimitrovics lövés, Dimitrovics gól, 14-11 először vezet 3 góllal a Kisvárda, és tegyük hozzá úgy, hogy ember hátrányban játszanak a hazaiak. Ott egy helyzet, mondom én, de nem volt jó a passz. Dzsukeva ismét nem rohan, 1/2 perc. Dzsukeva még erre a 1/2 perce lemegy. Hiszen ez azért több, mint az előző emberhátszán elévő 8 másodperc, 90, amikor nem ment le. Ezt hátrévő 20 másodpercet már végig támaszhat, csak különösebb pont nélkül a kisvárdai csapat, aztán a kapus is visszajön, lehet felpörgetni a játék, hogy beszél is lenne 4 góllal vezetni. És ha meg lenne a negyedik tartalékfelem időt is kérjenek a vendégek. Lejárt a kiállítás, ból hátralévő embert meg a lévő, most már 7-7 játékos mindkét oldalon, viszont sokáig már nem igen támadhat a Kisvárda. Fent a játékos keze, 6 passz ilyenkor. Három passzal van lehetőség, egy. El kell lőni. Tissuk. Dimitrovicsnak lőni kell. És elvették, ez már 4. passz volt. Zácsik, Szőlősi, Zácsik, Hornyák. Nem állt még fel a fal. Ki is használják a vendégek. Pár érte, 4 helyet, 2, 14-12. Tissuk. Tissuk tisztára játszotta magát, be is lőtte. Mire kimondtam a 14-12-t, már is 15-12. Hálos Bognár.
Szőlősi Zácsik. Állós Bognász, Szőlősi Zácsik, megpróbálja előni, mondom én. Mehet tovább. Jó volt a védekezés, nem volt túl jó a passz. És megint a négy gólos különbségét támad a Kisvárd, amikor belépünk a mérkőzés tizedik, mármint a másik idő tizedik, a mérkőzés 40. percébe. Kissuk. Mitrovics, ezt most előtte, amit a kapu mellé. Közönség felhördült, mikor felugrott, de ováció nem követte a hördülést. Szőrűsi Zácsik lövése viszont bent van, most tisztán lőhetett. 15-13 ragaszkodik, kapaszkodik a Budaőr. Egy némire szerencsés megpattanó lövése, 16-13. Nagyon jó, hogy mikor két góra zárkózik a Budaőrt, azonnal tud válaszolni a Kisvárd, úgyhogy közte három ismét. Szőlősi Zácsik, Hornyák. Dzsukeva! A bal felső sarkot. Vették célba, Dzsukeva viszont résen volt, és megint mint az előbb. A négy gólért, ami most meg is van. 17-13. Hatalmas lövéssel. Már is jönnek a Budaőrsiek. Szállós Bognár. Szőlősi Zácsik őjült egy kicsit. És egy Dzsukeva védés ismét. Szállós Bognár, Hornyák viszont végig a pályán van, és ez előbb-utóbb szerintem vissza kell, hogy üssön a vendégeknél. Mindesetre most már négy gól a Kisvárdi előny. Ebben a fél időben, ugye 15-10 volt, 3 gól kapott, 11,5 percet a Kisvárda, és dobott 6-ot. Ez most nem volt jó, Szőlősi Zácsik jöhet, egy kis zavaró repülés sincs, is használja. 17-14, könnyű volt szerezhetett most a Budaőrs, nagyon nem kellett megdolgozni érte, és hát az alapvetés minden labdajátékban főleg. Ottól sok gól van kosárlabda, kézilabda, hogy küzdködjön meg minden gólért, minden pontért, minden kosárért az ellenfél. Ne adjunk könnyű gólokat. Kissuk még megvan. Ellen egy gól, visszajön egy gólos különbség. Mitrovic megmozdulását ítélte szabálytárnak a játékvezető a hatos vonal előtt, és nem, hogy a négy gól nem áll most vissza, hanem a két gólos különbségét támadhat a Budaőrs. Szőlősi Zácsik, és ha ő felmegy, és most ismét fel tudott menni, akkor életveszélyes. Szigorítani kell a védekezés Szőlősi Zácsikon. Tisztjuk. Még meg volt Orván. Nem, a sebebben volt egy picit bentebb. 17-15 zártóztak a vendégek. Akkor az előbb azt mondtam kellene, hogy most ez hatványozottan igaz, és ezt tényleg így a közönség is, hogy kell a gól. Akunova. Szabad dobás. Tisztsuk. Akunova, ahogy az előbb megpróbálja tisztára játszani magát, egy hetes, nem is egy 2 perces kiállítást kiharcolt.
2 perces kiállítás a vendégek 8-es számú játékosára. Szabadfi mehet le. És 2 percig ismét előnyben a hazaiak. Nyitjuk, picit egymásra futott a két játékos. Nyitjuk szét kellene húzni. A védőfalat. Kis sütövésé blokkolták, nem volt igazán előkészített lövőhelyzet. Viszik le a kapust a vendégek is. Hogy 6-6-ba támadhassanak. Pásztor, Pálos Bognár, Kérdősi Zácsik, el nagyon kell figyelni. Tükkös megoldás lett volna, Rosa ezt ő végigviszi, dobja be, meg is teszi. 18-15, egy villámgyors lerohanás, jó indítás, szép befejezés, közte 3. És még 49 másodpercig emberben minden van a Kisvárda. Három gól kellett ez a találat. Álos Bognár. Tukev a védet. 2 perc. Akunova. 2 perces kiállítás. Mehet le. És ugye 25 másodpercig még előnyben a várdőek, vagy lettek volna, tehát a 25 másodpercig egyenlő létszám, sőt, mivel lent a úrőrsi kapus most egyre több mezőnyjátékosan fent a piros mezeseknél, aztán viszont ők lesznek. Most nem is várja meg, hogy többen legyenek, kihasználja. Szőlősi Zácsik a lehetősége, 18-16. És most hátrányban a Kisvárda. Kapus le, Dimitrovics be, de Zsuke van a Dimitrovics be. Vissuk. Dimitrovics. Vissuk, fent a játékvezető keze. Sok mindenre nincs lehetőség, ennél több kellett volna. Még egy percig, majdnem egy percig előnyben a vendégek, és 2 gól a különbség, 2 gól és a Várdai előny. A 47. percben járunk, Szőlősi Zácsik pedig elkapta a fonalat. Egy gólra zárkózott a Budaörs. Bojevic, Mitrovic, Zanovic szinte megy a falba, Tricsuk, Mitrovic, Hétméteres, befettek a játékvezetők, áll az óra, 5 másodpercig a kiállításból, így Mitrovic megy oda, veszi fel a labdát, akkor pedig Sipeki jön vissza, Jöninger helyére. Egy ijeszték, és egy hatalmas kapufa, pedig ez nagyon kellett volna. Hornyák. Ez is kellett, de bizony. Piffa bravúrja. És Kisvárda időkérés, akkor, amikor a mérkőzés 48. percében járunk, egy gólos hazai
vezetésnél már Tifi Eszter gondolja, úgyhogy ismét kell egy kis eligazítást tartania. Jól kezdte a másik félidőt a Kisvárda. Három gólos előnyet eszert, ugye vezettek az 14-11-15-12-16-13, sőt 4 gól is volt, 17-13 is volt. Most viszont 18-17 közt egy gól, kivaradt egy hetes Várdon, a másik oldalon viszont Zicsert védett Triffa, maradt az egy gólos különbség, amelyet meg kell őrizni a mérkőzés végéig, tehát van még idő hátra, és hát láttuk, hogy a Budaörs nem adja könnyen a bőrét, ami teljesen érthető. És hát amit említettem, azért ez a Szőlősi, Zácsik, Város, Zsognár, Hornyák belső hármas veretes nevekből áll, és most, hogy Szőlősi, Zácsik a második fél időben elkapta a fonalat, a lövise gólokat, ahogy az korábban a Ferencvárosban megszokhatták tőle a kézilabdás szeretők. Radojevic, Mitrovic, Akulova, Radojevic, kapufa ez is, és a kapufáról ezúttal nem befelé, nem kifelé pattan a labda. Megállt most gólszerzésben a Kisvárda. Szőlősi, Zácsik, Triffa! Akunova még egyszer próbálkozik, és ezúttal sikerrel. 19-17. A Kisvárda mozdult el. Hornyák. Most már áll a fal. Elis Bognár. A 19. perc. Még időkérési lehetőség van a Budaörsnek. Szőlősi, Zácsik. Ez bent van Páros Bognár lövése. 19-18-ra módosítja az állást. Akunova. Radojevic. Egyre távol a kaputól, Akunova. Mirándi Litvét rántják le, elég látványosan. Most kapja meg a labdát. Törölni kell. Milánovics tisztre került a földre, és az izzadság volt az veszélytelen, tehát elcsúszhatnak vele a játékosok. Most folytatódhat a játék. Radojevic. Akunova, Dimitrovic, Radojevic nem volt a kiállője. Most egy kicsit egymáson a játékosok, fent a kéz, mármint a játékvezetők, és sok passza nincs lehetőség. Jönni kell, mert elveszik a labdát a játékvezetők. Ismét a kapufa, ezúttal a bal, az előbb a jobb oldali kapufáról ment ki a labda, nincs a létsz egyelőre most a hazaiakkal, és az egyenlítését támad a 21. percben a Budaörs. Mondják, Szövődősi, Zácsik, Triffa, meg akarta lepni, Lávos Bognár, de Triffa figyelt, és maradt az egy gólos vezetés. A
Kunova. Kicsuk a pályán ismét. Dimitrovics, Kicsuk. A Kunova. Aztól fogja meg. Erélyesen. Akunova, Dimitrovic, nem lövi el, sőt eladta. Ennél még egy rossz lövés is jobb lett volna, tehát útonom okos az ember. Szőlősi Zácsik. 7 méteres 2 perc, ez is sok. Biztos segíti az Zácsikot. Mérkőzés hajrájába lépünk be. Milánovics hitre ment el, tehát hátra van még bő 8 perc, viszont egyenlíthetnek, ha csak nem látunk ismét egy FIFA bravúrt. Nem sok híja volt, de 19-19. Pál és Bognár egyenlített, és ember hátrány van a Kisvárda. Szabó Valéri érkezik az olyak, hogy lement a kapus, ahogy azt már megszokhattuk. Akunova Szabó, kellene egy gól. Mitrovics, meg is van! Tiffa a kapuban, nem lehet középkezdés után 8 gólt szerezni. 20-19. Így viszont megvan az előny a vendégeknél, mert hatan vannak mezőnyben, a Várda játékosok pedig öten vannak a pályán. Ott is egy szépen kijátszott szélső zicser, és Tiffa nem tudott ezúttal közbeavatkozni. 20-20. És még mindig majdnem egy perc van a kiállításból. Meg a hátra sikerül megint góllal befejezni ezt a támadást. Szabó. Megvan még. Nem volt túl jó passz. Az biztos, hogy izgalmas végjáték. Elé nézzük, 7 perc van még. Hátra a mérkőzésből, és 20-20 az állás. Szabó. Dimitrovics. Kicsuk most kapja, de nem tudott kapura tőlni. Akunovát fogják. Mindjárt lejár a kiállításból, hát a lévő idő most le is járt, és jön Szabó vissza, de már úgy, hogy vissza a kapuban van, most kerül be a játékvezető keze. A blokkról érkező labdával még beleért a kapus, úgyhogy 20-20-nál támadhatnak a vendégek. Kornyák. Szőlősi Zácsik. Páros Bognár. Szőlősi Zácsik, ott sokan volt a középen. Most is fent a kéz már. És fél a gól. Vezetnek a vendégek. Van túl örömteli hír. Kicsuk. Időkérés. A kisvárdaiaknál. Hát van még 5,5 perc, egy gólos vendégvezetés, és ugye ott a 42.-3. perc környékén 4 góllal is vezetett a Kisvárda, most egy góllal vezet a Buda Őrs, úgyhogy tekintve a hátra lévő idő mennyiségét, még bármi lehet ezen a meccsen, de az biztos, hogy ahhoz, hogy megnyerje ezt a találkozót a Kisvárda, nagyon meg kell szenvedni. Kapufákat lőttek a várdaiak ebben a fél időben. És a Budaörs pedig utolérte őket, sőt most már, mint említettem, vezet is.
a pályán. A Budajos pedig most áll fel a hatosra. És folytatódhat a játék. Így is van. Minden belehangzik a lelátóról. Hazai szurkolók természetesen győzelmet szeretnének látni. Tissuk! Megvan a labda. Mitrovics, Tissuk. Akunova, Rosa. És a bent a falban, nézzük. Orbán, nem tört kapura. Őnyek csalódó foraja. Lelátunk, Tissuk, megint neki kell leelődnie. Bent is van. 21-21. És beül az utolsó 5 percen. 21-21. Pálos Bognár, Hornyák. Zácsik. Rá külön figyelni kell. A hiába, ezúttal nem ő volt a gólszerző. Pászol szerzett gólt. Tissuk. Mitrovics ismét fut az eredmény után a Kisvárda. Felesebb mint 4 perc most már. Akunova, Tissuk. Nagyon kell a biztatás! Dimitrovics, Orlának nem tudod bemenni. Ejj, nagyon előtte Dimitrovics rendéletlenül, kezére ütöttek. Pálos Bognár elnézést is kér, mint egy igazolva a játékvezető ítélet helyességét. Tissuk. És egy védés. Sipeki. Ünnepelt. Jogosan, hiszen fogy az idő, és két gólosan övelheti előnyt a Budaörs. Azt mondtam a mérkőzés elején, hogy ugye a üvegemő győzelemnek akkor lenne igazán értéke, ha ezen a meccsen is meg lenne a 2 pont. Hát egyenlőre küzdeni kell még azért is, hogy egyenlő legyen az állás. Törlés, áll az óra. 2 perc, 39 másodperc a hátralévő idő. Most folytatódhat a játék. Hornyák. Szőlősi Zácsikot fogják meg, sikerült bejátszani. Akunova volt kemény, pacsizik egyet Szabóval. Páros Bognár, figyelni kell előjel a földről. Szabó figyelt is. Két idegen így van a Budaörsnek. Háromszor kértek időt a hazaiak, szent a játékvezetői kéz. Ajajajajaj, ez nem hiányzott. Polona Umanyec megy ki 2 percre, ami azt jelenti, hogy a hátralévő időt emberelőnyben játszhatja végig a Budaörs, úgyhogy egy góllal vezetne. Most már azt mondom, hogy innen a döntetlen is bravúr lenne, hiszen ha gólt szereznek a Budaörsiek, akkor 2 gólosan növelik az előnyüket, kevesebb mint 2 perc a meccs vége előtt. Szőlősi Zácsik pedig gólt szerez, aztán rosszul fog talajt,
fájdalmas arccal tápászodik fel, nincs mese, Tifának le kell mennie. És gólt kell lőni ebből a támadás részen, másfél perc van hátra. 2 perc itt is. Pásztor megy le. 7-es nincs, ha jól láttam. Sőt, olyannyira nincs, hogy a labda marad a vendégeknél, akik hacsiznak. Érthetően, hiszen ember erőnyük ugyan nincs, de 2 góllal vezetnek, és náluk a labda. Olyan fár, és hogy nem így képzelték a kisvárdai szurkolók, így gondolom, hogy kapni is fár, mert a játékosok sem ezt a meccset. A jó kezdés után most nagyon nehéz helyzetben a Kisvárda, hiszen már alig több mint 1 perc van hátra, és 2 góllal meg az ellenfél. Szőlősi Zárcsi nem rohannak értelemszerűen a budaörsiek belül az utolsó percen. 60. percben járunk. Kornyák fent a játékvezető keze, elvették a labdát. Krissuk, ezt be kell dobni, akkor még lehet esély. Benn is van. 22-23. Na, egy labdaszerzés. De még mondom, időt kérhetnek a vendégek. Nézzük a időkérző Mihály Attila. Órát, fél perc és időt kér. És hát még 15 másodperc után is még időt kérhet. Jósák pártolott az idővel, a vendégek edzője. Közben elmondom, hogy ugye az első félidő 11-10-es hazai vezetéssel zárott, úgyhogy közben a vendégek 3 góllal is vezettek, aztán a második félidő jól kezdte a kisvárdai együttes, 4 góllal is 17-13-ra sikerült meglépniük, aztán fokozatosan lefaradt a hátrányát a Budaörs, 20-20-nál lett egyenlő, aztán 21-21-22-21-23, és most 22-23 áll az eredményjelzőn, de ez sem öröm, annál nagyobb gond, viszont még ennél is nagyobb gond, hogy a labda a vendégeknél van. És mindössze fél perc van már hátra a találkozóból. Vonják. Na, nézzük ezt a fél percet. A labdát kellene szerezni, mert az így elcsorog, fent a játékvezető keze, Szőlősi Zácsik. Megy az idő, már csak 14 másodperc, ugye? Tehát kifejezetű megy az asztalhoz. Tisztázza, hogy hány másodperc van hátra. Huszonkilenc-negyven határ az eredményjelzőn. Megmondom őszintén, nem tudom, mi a probléma. Elhagyott az óra, mert 5 másodperc állítják az órát. A közönségen igazán lesz jó néven. Igen, 54-55, na innen indul. Hát 5 másodperc, akkor itt már nem fog történni semmi. 5 másodperc lenyelik a budaörsiek a labdát. Ha elindulnak hátrafelével, akkor sincs semmi. Szőlősi Zárcsik leteszi egy lövés mellé, de ez már nem zavarja a budaörsieket, akik talán a forduló meglepetését okozza. 23-22-re megnyerik a mérkőzést, látszik is a öröm a budaörsieken, erre alig ha számított itt Kisvárdán bárki is. Főleg, hogy még egyszer mondom, idegenben győzelemnek ezt a szezont a kisvárdai csapat. Nem sikerült tehát a hazai nyitány. 11-10-es kisvárdai vezetéssel záruló félidő után 23-22-re nyert a Budaörs. Nincs meg a második
Kisverdei siker, bízunk a folytatásban. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!